A hétvégén a lányok egy tornán vettek részt a felnőttek. Milyen eredménnyel szeretném, ha végig lépegetnénk a különböző mérkőzéseken? Igen, hevesen voltunk. Meg két mérkőzést játszottunk a hazaiakkal, a hevessel, meg a szolnokkal. Mind a kettő a más csoportban játszik, de ugyanolyan osztály, mint mi, NB2. Az első mérkőzésen egy kicsit megszeppenve játszottunk, ott 8 góllal kaptunk ki, 23-15-re. A második mérkőzésen viszont a Szolnok ellen akkor már erőszakosabbak voltunk, jól ment a védekezés, jól ment a támadásunk, ott nyertünk 28-20, ha jól emlékszem. Azt mondom, hogy a torna elérte a célját, legalábbis jó kapcsolat, és azt mondom, hogy függetlenül attól, hogy a két játékosom nem volt, a Réka meg a Petra, azt mondom, hogy a fiatalokkal kiegészülve elég jól helyt álltunk, és külön dicséret a fiatalságnak, hogy fel tudták venni a versenyt az idősebbekkel. Tudom, hogy csapatjátékról van szó, de azért emeld ki azt a pár játékost, akikről beszéltél, biztos jól esne nekik, ha megemlítenénk. Főleg egy valaki teljesítményét emeltet, hogy az képes, hogy fiatal, még a szélen egész sokat játszottad. Igen, általában nem szoktam emelgetni ki senkit, már csak azért is, mert én nem szeretem az ilyent, inkább azt mondom, hogy inkább a csapat nyerje, mint az egyéni játékos, de viszont a kis Fruzsika, Petrovics Fruzsi, ő azt mondom, hogy első felnőtt mérkőzésén, két mérkőzésén nagyon jól megállta a helyét, és bal szélen kitűnő teljesítmény nyújtott. Én reménykedek benne, hogy ez az önbizalmat ad neki úgy az utánpótlás szinten, majd a bajnokságba is ebbe fogom önbizalommal rakni a csapatba, és remélem, hogy meg is hálálja a bizalmat úgy, ahogy most is. Szerintem az U11 az egy összetartó csapat, és általában a meccsek számomra egy kicsit nehezek, mert erősebb csapatokkal játszunk, és én úgy érzem, hogy mi még egy kicsit olyan, kicsit gyengébbek vagyunk, mint például az Aranyszarvas, a Gyömrő, a Szele. Tavasszal remélem egy picit többet fogunk fejlődni, mert most is márciusban lesz majd egy meccsünk, ahol ismét erősebb csapatokkal fogunk játszani, és remélem, hogy kicsit előrébb fogunk játszani, mint ahol most vagyunk. Szerintem az U11 az nagyon összetartó csapat, és jól el lehet beszélgetni a többiekkel. Szerintem ezt a meccset jobban fogjuk teljesíteni, mint a többit, mert itthon játszunk, és nem máshol. Everybody come on!